egy örökös oszlopos tag, és remélem, hogy nem sokára mi is hazudtálunk. És tulajdonképpen ez a barátság, ez a kollegialitás, ez tulajdonképpen folytatódik. És én nagyon szeretném, hogyha egy-két mondatot azért mondanál magadról, mert hogy biztosan hallottad, hogy nem akarlak nagyon kivesézni most, mert majd egy hónap múlva szeretném ezt megtenni. Úgyhogy most szeretném, ha énekelnél, viszont egy-két dolgot mondj magadról. Hát csókolom, akkor először is köszönöm, hogy meghívtatok ide. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. És hát lehet, hogy mondjam, hogy anyukám is most már 73 éves is. Ennek is írtam ugye a számot régebben, meg járok lesz a boltban, ő is ugye jár egy nyugdíjas klubba, és ők is fölépnek, tehát ő is szeret szerepelni, tulajdonképpen ez a szeretnék. Láttam a kis belőle. Ez a szeretnék, hogy ugye ez családi hagyomány nálunk, mert apukám, meg anyukám, ők régen ugye énekelgettek. És akkor én meg nem énekelgettem, hanem ugye elkezdtem sportolni, tehát ökölvívó voltam ugye 13 évek keresztül, voltam Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, és akkor végül, amikor abbahagytam, akkor hát ugye mindig egész életemben mulatoztam, tehát jártam az éjszakába ide, és akkor mindig megkértek az zenészek, hogy énekelgessek el, és akkor elbeszéltek, hogy én adjak ki lemezt annak idén, és nem tudom, hogy tetszenek erre emlékezni, hogy nem kiadtuk az első lemezemet, azzal a címmel jelent meg, hogy a polgármester. Ugye ezt a polgármesteres számot ugye most már azok énekli mindenki, és hát olyan szerencsénk volt, hogy 18-20 ezer lemez fogyott az első alkalommal, és arra lemezett, és így valahogy megmaradt.